Kemény alapozást és sikeres felkészülést követően villámrajtot vett a szombathelyi kézilabdaklub és akadémia együttese. Az NB1B-ben szereplő vasi csapat eltökélt szándék, hogy kivívja a feljutást, és ehhez a legjobb úton járnak. Hét fordulót követően veretlenül vezetik a bajnokságot. A Magyar Kupában a Komárom együttesével csapott össze az SKK, amelynek keretében tehetséges fiatalok kaptak helyet. Igazából megmondom őszintén, hogy hasonló verset követünk, vagy mintát követünk, mint tavaly. De tavaly is ezen a hazai Magyar Kupa második fordulón megadtuk a lehetőséget a fiataloknak, és éltek vele. És több olyan fiatal vitte végig az egész szezonban, meg azóta is a pályafutását ebből a feltöltődésből, hogy ugyanezt próbáljuk most is megcsinálni. A fiataloknak adunk lehetőséget, egy nagyon megfiatalított csapattal fogadjuk a Komárom csapatát, hát meglátjuk, én nagyon kíváncsian várom. Kiválóan kezdte a találkozót, a szombathelyi együttes védekezésben és támadásban egyaránt sikerült meglepniük a vendégeket. A Komárom megszenvedett minden gólért, míg a vasi lányok könnyedén növelték a különbséget. A kisebb hullámvölgyekben Kriszti Dalma védéseivel tartotta előnyét az SKK-a, és az első félidőt sikerült 16-10-re megnyerniük. A folytatásban viszont nagyot hajrázott az NB1B és tabella harmadik helyezettje, és ekkor már a bravúros hárítások is elmaradtak. Utolsó pillanatig nyílt sisakos küzdelemben a csapat hálás lehetett a 28-28-as döntetlenért. Percekig zúgott a vastaps, bár az eredmény a Komárom továbbjutását jelentette, a mérkőzés megmutatta, milyen kiváló utánpótlás képző műhelyen rendelkezik az SKK-a. Hétvégén bajnoki mérkőzésen is jól szerepelt a vasi együttes, amely a Szise felett aratott magabiztos győzelmet.